A Ferencvárosi Torna Klubi Jégkorong szakosztálya idén ünnepli fennállása 90. születésnapját. A jubileumi esemény megünneplésére nem is lehetett volna tökéletesebb időpontot találni, mint az október 29-i Újpest elleni derbi. Klubunk méltó módon megadta a módját az ünneplésnek, ugyanis a csúcsrangadó helyszíne ezúttal a Tüske csarnok volt, ahol több ezeren szurkolhattak az FTC Telekomnak. A hangulatot csak fokozta, hogy Fodor Szabolcs együttese a derbi előtt sorozatban 14 meccset nyert meg, így nem csak a csapatok, de a drukkerek is nagy izgalommal várták az összecsapást. Jöjjenek velünk, kukkantsunk be együtt a kulisszák mögé! A meccs kezdete előtt 2 órával csapatunk megérkezett a csarnokba, ahol a játékosoknak az öltözőben különleges meglepetésben volt részük, amikor megpillantották a direkt a derbire készítetett ünnepi mezt. A 2 óra gyorsan elrepült, bemelegítés, korcsolyaélezés, utolsó simítások az öltözéken és a botokon, közben kint a lelátón felhangzott az első hajrá Fradi. A kezdésre megtelt a csarnok, a bevonulásnál a fiúk arcán is látszódott, ezért megéri fradistának lenni. Nagy Gergőik az egész mérkőzésen nagy mezőnyfölényben játszottak, sorra dolgozták ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, és végül 2-0-ra megnyerték a minden szempontból kiemelt találkozót. Győztes derbi pedig nem is létezik edzői beszéd nélkül. What's the most important thing, right? It's up here. And the battling. So we did like we played with pretty hard. And we were battling for 60 minutes. We talked about it, right? So we've got a battle for 60. We look up the board. We're gonna have lots of smile on our faces. That's what we had really good team effort. Yeah, guys. Méltóképpen ünnepeltük a Jégkorong szakosztály 90. évfordulóját, és a végén pedig méltó módon ünnepeltünk a szurkolóinkkal, azt gondolom, hogy meg is érdemeltük, és azután szeretném megköszönni, hogy ilyen hangulatot teremtettek ide a Tüske csarnokba, és megtöltötték a lelátót. Szeretnénk, hogyha Pest Erzsébetre is, ugye sajnos az annyian nem férnek be, de szeretnénk, hogyha lassan a megtelt táblát kiraknák oda is. Erre a derbire ugye azért úgy kell készülni, hogy nem szabad, hogy a nyomás agyon nyomjon minket, azért kicsit el kell a figyelmeket terelni a hétköznapokon, és úgy kell idejönni, hogy tényleg ez egy feladat, amit meg kell oldani, de nem szabad túlságosan belegondolni, mert azért akkor össze tud nyomni minket a teher. Ennek a társaságnak ez volt az első olyan meccs, ahol ennyi fradista előtt tud jégkorongozni, készültünk rá nagyon. Azt mondom, hogy a szívünk itt előre, ugye 1-7-6-4 meccset játszottunk, végén már alig bírtunk lépni, de a legfontosabb az, hogy megőriztük a hidegvérünket, és szép győzelmet arattunk a legnagyobb riválisunk ellen. Hallottuk előre, hogy azért szép számmal ki fognak látogatni, de szerintem mindenki várakozásait felülmúlta, tehát elképesztő hangulat volt a csarnokban, nem tudom a tévénézők meg ez mennyire jött át, de szinte 6. ember volt velünk a jégen a közönség. Nem is lehet szavakat találni, hogy ők ezt csináltak. Ilyen hangulat volt, hogy a nézők ilyen atmoszférát teremtettek. Ezt azért még én sem nagyon éltem át edzőként, és ez rendkívül jó. Jó lenne ehhez hozzászokni, de tényleg nagyon örülünk, hogy a 90. szülinapunkat ilyen méltó körítéssel és ilyen nézőkkel, és nagyon harcos, kemény játékkal nullára tudtuk hozni az ősi rivális ellen, szóval nagyon tetszett.